Szeretettel köszöntelek benneteket, a nevem Jászmin, remélem jól vagytok. Ma kedd este van, és úgy gondoltam, hogy holnap reggelre hozok nektek egy kis videót, úgyhogy meg fogjuk nézni, hogy mit üzennek a kártyák, de előbb elmondom a közleményeket. Aki e-mail jóslást szeretne, az írjon sziget31@gmail.com. Aki csak egy imát szeretne, hogy jobban legyen, az élete sikeresebb legyen, az is írhat. Aki fehér mágiát szeretne, hogy a párja jobban szeresse, mert egy kicsit ellaposodott a kapcsolat, annak tudok praktikákat mondani. Aki rontáslevételt szeretne, mert úgy érzi, hogy mások által meg van átkozva, mások szerencsétlenséget kívánnak neki, az feltétlenül írjon. Aki pedig e-mail jóslást szeretne, annak is tudok segíteni, és aki pedig oldást szeretne, mert családi hagyományokból úgy érzi, hogy el van akadva az élete, nem halad, körbe-körbe jár, annak valószínű, hogy oldás kell, és gyógyítani lehet, amit egy alkalom nem biztos, hogy 100%-ba sikerül, valószínű, hogy több kell, mert amit hoztunk a családokból, azt nem egy nap alatt tudjuk levetkőzni a rossz hiedelmeket. Köszönöm szépen! Nézzük a lapokat! Ma a szerelmi tarotból fogok jósolni. Megkeverem a kártyát. Engedd be a lelki társadat. Vallási tényezők. Vonzerő. Megérdemled a szerelmet. Az jut eszembe legelőször, hogy vannak köztetek különbségek, úgy érzi ez a férfi, a vallási kártya mutatja, hogy vannak különbségek, lehet más a gondolata, mentálisan teljesen máshogy gondolkodtok, másképp nőttetek fel, vagy esetleg valószínű, hogy a vallásatok különböző is lehet, és azt érzi, hogy különbözőek vagytok abszolút, és nem érzi jól magát, mert úgy érzi, hogy te sokkal előrébb vagy minden szinten, mint ő, te sokkal stabilabb vagy, te sokkal nyugodtabb vagy, a te életed sokkal jobb, kitartóbb vagy, nem adod fel az életbe, amit el akarsz érni. Megérdemled a szeretetet. De úgy érzem, hogy ettől függetlenül még mindig nagyon tetszel neki, még mindig figyel rád, és még mindig vonzódik hozzád, mágnesként vonzódik hozzád, hisz itt van a kártya, hogy vonzalom, hogy nagyon vonzódik hozzád, és attól függetlenül, hogy teljesen máshogy éltek, más a gondolatotok, azt érzi mégis, hogy különleges ember vagy, és örül, hogy egyáltalán megismert téged, és úgy érzi, hogy miért nem értek a jelenben, miért a múltat hozzátok fel. Új szerelem. Előbb magadat szerest. Lelkitárs. Érdemes rá várni, és nászút. Tehát meg fogom nézni, hogy pontosan mit is jelentene. Tehát úgy érzem, hogy attól függetlenül, hogy teljesen más a gondolataitok, úgy érzi, hogy különleges ember vagy, és úgy érzi, hogy a jelenbe kellene legyetek, miért hánytorgassátok fel egymásnak a múltat, viszont azt érzi, hogy egy kicsit nagyon oda vagy érte, úgy mondanám, hogy olyan vagy, mint egy társfüggő, és mindenáron őt akarod, ezt érzi, és természetesen ez jó az egójának, viszont azt érzi, hogy nem kellene társfüggő legyél, mondja ő, de én erre nevetek, mert úgy érzem, hogy egymásnak a tükrei vagytok, és igazából ő is társfüggő, te rád,
Tehát mind a ketten társfüggőségben vagytok, úgy érzitek, hogy nem tudtok egymás nélkül levegőt venni. Most egy páran lehet felkiáltotok, és azt mondjátok, hogy ó, hát igen, igaz, tényleg hiányzik, tényleg nem tudok nélküle élni. A másik párotok pedig azt mondja, hogy de hát már előreléptem, de már nem akarok rá gondolni, de már el szeretném felejteni, és mind a két csoport más gondol. Én azt gondolom, hogy ettől függetlenül még mindig akarjátok ezt a férfit, vagy ezt a nőt, ő is akar titeket, viszont el van akadva, és jelenleg úgy érzem, hogy nem tud fizikálisan ott lenni, vagy ha jön-megy az életedben, nem tud 100%-ig veled lenni, mert még el van akadva az élete. Úgyhogy ő azt kérné, hogy próbálj meg egyelőre nélküle élni, dolgozzál magadon, és ne legyél annyira társfüggő, mondja ő, a lelke, és azt mondja, hogy előbb magadat szeresd, itt mutatja a kártya, hogy megérdemled a szerelmet, tehát azt akarja, hogy szeresd őt, várjad őt, de ne karba tett kézzel, hanem azt akarja, hogy menj ki a természetbe, érezd a virágok illatát, törődj magaddal, legyél csinos, legyél szexi, és várjad őt, de ne úgy várjad, hogy közben sírsz, közben nem csináld a dolgaidat, nem akarja, hogy elakadjál az életedbe. Azt mondja, hogy a lelkitársak vagyunk, úgyhogy mindegy, hogy ma jövök, vagy holnap érkezek meg, előbb-utóbb meg fogok érkezni, és akkor én is beszállok ebbe a hajóba. Együtt tudunk hajózni az élet tengerén, mondja ő, de azt mondja, hogy addig is például menjen nyaralni, kivel? A barátaiddal, és enged, hogy a barátok segítsenek, tehát ő azt mondja, jelenleg én nem vagyok itt, de vannak családtagjaid, vannak barátaid, akik tudnak segíteni neked, jelenleg én nem tudok, de amikor itt az idő, azt érzi, hogy Isten időzítés van a kapcsolatotokba, és jelenleg te is magadon kell dolgozzál, hogy a társfüggőség megszűnjön, és ő is magán kell dolgozzon ahhoz, hogy jól tudjon hozzád alkalmazkodni, és utána azt gondolja, hogy el tudtok hajózni az élet szigetén, tudtok menni nyaralni, enni, inni, beszélgetni, stb. De jelenleg azt mondja, hogy vannak akadályok, amit egyelőre nem tudok megoldani, és azt gondolja, hogy maradjál a te sávodba, és legyél jól magaddal. Értem, hogy erre azt mondjátok, hogy de milyen jogon ő parancsol? Hát ő azt mondja, hogy szeres, de ne várjál rám úgy, hogy közben sírsz, és hogy fizikailag emészted magad. Azt akarja, hogy csináld a dolgodat, ne add fel az álmodat. Azt gondolja, hogy nagyon erős nő vagy, és kibírod még például azt a fél évet, vagy azt az egy évet, amíg ő jön. Azt akarja, hogy a barátaiddal törődj, a családtagokkal törődj. Azt akarja, hogy legyél nyitott, legyél derűs, lásd meg az élet szépségeit, ne adjad föl őt, hisz ő a lelkitársad mindenképpen, de azt mondja, hogy először is magadat szeresd, mert úgy gondolja, az jön le neki rólad, hogy nem szereted magadat annyira, mint őt, azt gondolja, hogy őt jobban szereted, és ezt ő nem akarja. Azt akarja, hogy ő is előbb magát szeresse, dolgozzon magán, mielőtt visszatér, és te is dolgozzál magadon, mert hogy akkor újra a kapcsolatnak vége lesz. És azt gondolom, hogy van ebben valami, mert ha a kapcsolat tönkre ment, ott valami bibi volt, tehát elég jól mondja a lelke, hogy magaddal törődj, hogy csodáljad meg a virágokat, hogy magaddal törődjél, hisz ő nem megy sehova, csak egyelőre el van akadva. Lehet, hogy vallási tényezők is vannak, lehet, hogy az is a probléma, hogy teljesen más csoportból való vagy, és nem tudja, hogy hogyan közeledjen hozzád, lehet, hogy te piros vagy, ő pedig a fehér, és úgy gondolja, hogy ellentétek vagytok, és azon gondolkodik, hogy hogyan lehetne kiküszöbölni ezeket a vallási tényezőket, vagy az eltéréseket, és azt gondolja, hogy jelenleg még nincs itt az ideje, hogy ezt meg tudjátok oldani. Azt érzem, hogy az új szerelem azt jelenti, hogy nem új szerelem fog jönni neki, mert tudom, egy páran attól féltek, hogy ma jön neki új szerelem, stb. Nem. Bárhol van, ő nem érzi jól magát, és így nem is tud veled törődni 100%-osan. Az új szerelem azt jelenti, mikor mind a ketten magatokon dolgoztok, akkor utána egymással is tudtok
lenni, és akkor tudtok újra együtt táncolni, és együtt felépíteni az életeteket, mert ha most jönne, akkor valószínű megint elmenne, és nem lenne jó. Azt akarja, hogy amikor ott lesz az idő, akkor imádkozz, hogy behívjad a lelkitársadat. A kártya azt mondja, hogy igen, várjál rá, érdemes rá várni, hisz kettő kártya mutatja. Viszont ezen az van, hogy várjál, de várd meg az isteni időzítést, tehát nem tudsz te beleavatkozni, hogy hamarabb jöjjön sem ő, mert megvan írva, hogy abban a percben például október 5-én jön, és nem jöhet október 4-én, viszont kérjed a jó Isten, kérjed az univerzumot, hogy hozzá a lelkitársadat, ha ő az igazi szerelem, akkor legyen ő, és jöjjön hozzád. Tehát legyen nyitott a gondolkodásod, itt van, hogy maradj derülátó, előbb magadat szeresd, élvezd az életet, holott nagyon vonzódik hozzád, mágnesként vonzódik, hisz ő a lelkitársatok, egy lelki családból valók vagytok, itt természetesen telepatikusan érzitek a másik hiányát, érzitek, amikor jókedvű, amikor szomorú, amikor sír, tehát egymást érzitek, de azt mondja, hogy jelenleg kérj a barátaitól és a családtagjaitól segítséget, mert én nem tudok neked ott lenni 100%. Úgyhogy ha azt képzeld, hogy érdemes-e várni, persze, hogy érdemes várni, ha szeretted, és adnál neki még egy esélyt, de feltétlenül neked kell éljed az életedet, hisz az élet rövid, nem várhatsz hónapokat, éveket úgy, hogy közben csak siratod, ő pedig éli az ő életét, hanem menj ki a szabadba, egyél jól, igyál jól, találkozz barátokkal, menjél bulizni, és akkor, amikor itt lesz az ideje, hidd el, hogy úgy fogják neked az angyolok hozni a tolókocsin, mármint a szekéren, hogy hagyj jöjjön, és senki más nem fog akkor az életedbe jönni, hanem csak ő. Úgyhogy azt gondolom, hogy van mit magadon dolgozzál, és ő is. Hagyj nyitva neki az ajtót, de ne zárd rá kulcsot, de ne nyitogasd az ajtót két percenként, hogy jön már, ott van-e. Abból nem lesz jó, csak magadnak csinálsz lelkileg problémát, fizikailag problémát, mentálisan problémát. Hagyd nyitva az ajtót, hagyd kopogjon ő, és akkor majd kimész elé, és fogadod. Tehát nyugodtan hagyd nyitva az ajtót, de ne várjad úgy, hogy kint várod a hidegbe, mert az neki sem jó, neked se jó, és azt akarja, hogy éld az életedet ő nélküle is jól, legyél spirituális, és higgy az univerzumba, a függőségeket le akarja zárni, azért, hogy tiszta lappal induljatok egymás felé, és nem akar elmenni tőled, de úgy gondolja, hogy van mit helyrehozzatok a kapcsolatban, mert valamiért tönkrement, valamiért nem egyezett a véleményetek, és azt gondolja, hogy előbb lehet egy gyerekkori problémát, vagy egy ifjúkori problémát helyre kell hozzá, magadon dolgozzál, gyógyítasd magad, ő ugyanezt teszi, akarja magát szeretni, azt mondja, amikor veled volt, nem szerette magát eléggé, és azt mondja, hogy neked volt igazad, bárcsak hallgattam volna rád, de nem tudtam rád hallgatni, hisz magamat se szerettem. Amikor magamat nem szeretem, akkor hogy szeresselek téged? Attól függetlenül, hogy a lelkitársad, attól függetlenül, hogy mágnesként vonzódik hozzád, nem állt a kapcsolatra készen, most pedig össze akarja szedni az erejét, összpontosítani magára, hogy legyőzze az akadályokat, hogy jöjjön hozzád vidáman, kedvesen, szeretetteljesen, és egy olyan alapot felállítani, amire nyugodtan tudtok építeni gyereket, házasságot, eljegyzést, amit akartok hosszú távra, és soha többet ne dőljön össze, mint ahogy előtte már összedőlt. Úgyhogy annyi az üzenete, hogy magadat szeresd, és utána engem. Várjál rám nyitott gondolkodással, de ne társfüggőséggel. Úgyhogy ennyi lett volna a mai videó, remélem tetszett, köszönöm szépen, sziasztok!